Üdvözlök mindenkit. Azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, legalábbis azzal a fajta taktikai fegyelemmel, mind védekezésben, mind támadásban, amit megbeszéltünk az öltözőbe. Aztán a első félidő közepetáján kicsit megtorpantunk, de magát a félidőt szerintem jól játszottuk le. A második félidőben pedig igazából az volt a cél, hogy mindenkit és mindenkinek játék lehetőséget biztosítsunk. Ez sikerült, a végjáték egy kicsit izgalmasabbra sikerült, ami azért jó, mert azért nem bízhatjuk el magunkat teljesen. Úgyhogy építkezünk és dolgozunk tovább, aztán jövünk újra jövő hét szerdán. Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm a játék lehetőséget, amit kaptam a Csabától, próbáltam kihasználni. Gratulálok az ellenfél csapatnak, és további sok sikert, szerdán találkozunk. Először is gratulálok a Veszprém csapatának a győzelemhez. Hát nyilván az előttem szólók sok mindent elmondtak, és attól eltekintve, hogy várjuk vissza őket szerdán, ezt még hozzátenném, hogy nagyon sok helyzetet hagytunk ki, és nagyon sok zicser maradt ki, és sok technikai hibával játszottuk le ezt a mérkőzést, ennyivel nagyon nehéz mérkőzést nyerni, nem egy ligakupában, hanem bajnokságban, vagy akár egy magyar kupában is. A mérkőzés nagy részében azt gondolom, hogy kialakítottuk a helyzeteinket, csak kihagytuk őket. Védekezésben azért van hiányérzetem, hiszen a védekezésünk nem volt elég feszes, ugye a mérkőzés egészét tekintve, csak nagyon kevés időszakra. De azt gondolom, hogy megmutatta a hiányosságainkat ez a mérkőzés is, amiből tudunk építkezni és tudunk tanulni. Az, hogy ennyiszer találkozunk a Veszprémmel, mondhatni közösen készülünk fel a bajnokságra, ez külön öröm, hiszen egy nagyon jó csapattal tudunk megmérkőzni ezeken a mérkőzéseken, ezt próbáljuk a saját hasznunkra fordítani. Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, először is szeretnék gratulálni én is a Veszprémnek. Hát igazából az Endre mindent elmondott, a támadásban kihagyott helyzeteink azok megpecsételték a mérkőzésnek a sorsát, védekezésben még hellyel közzel tudtunk jó dolgokat csinálni, de azért ott is ez a 32 kapott gólon mindenképpen faragnunk kell, hogyha a következő már a szerdai mérkőzésen ennél jobb eredményt szeretnénk elérni, de kielemezzük ezeket a meccseket és dolgozunk tovább.